lényegében éveken keresztül zavartalanul működött Jeffrey Epstein pedofil hálózata, amely rengeteg nőt, köztük kiskorú lányokat kényszerített szexuális aktusra, a világvezető tudósaival, politikusaival és üzletembereivel. Ez derült ki a most nyilvánosságra került bírósági dokumentumokból. Az elmúlt években azért lehetett ekkora csend minden idők egyik legdurvább botrányával kapcsolatosan, mert azt módszeresen megpróbálták eltusolni a gyanú szerint a bűnözővel rendkívül szoros kapcsolatot ápoló Clinton család is. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornára, amelyet már több mint 52 ezeren követnek, és állítsa be az értesítéseket a csengő megnyomásával. Több száz oldalnyi nem titkosított dokumentumot hoztak nyilvánosságra egy Jeffrey Epstein-nel kapcsolatos perben. Ezek az első olyan információk és adatok, amelyeket egy decemberi bírósági végzés nyomán most a nyilvánosság elé tárnak. A döntés maga annak a polgári peres eljárásnak a része, amelyet Virginia Jeffrey indított Jeffrey Epstein egykori szeretője Ghislaine Maxwell ellen. A sajtóban most folyamatosan jelennek meg az újabb és újabb információk a nyilvános dokumentumokból, amelyeket igyekszünk folyamatosan mi is feldolgozni és közzétenni itt a csatornán. A második csomagban kikerült aktákból többek között az derül ki, hogyan próbálta meg Bill Clinton, volt amerikai elnök, eltusolni akkoriban még jó barátjának számító Epstein körül ezt a példátlan pedofil botrányt. Az András herceget nem jelöszakok sorozatával vádoló Virginia Jeffrey még 2011. május 30-án írt arról egy e-mailt, hogy azt tervezi, hogy nyilatkozik a Vanity Fair nevű magazinnak, amely éppen készült kirobbantani a botrányt a királyi család fekete bárányáról. A lány azonban azzal szembesült, hogy ezt nehézkesen fogja tudni megtenni, hiszen Bill Clinton lényegében megpróbálta eltussolni a pedofil botrányt azzal, hogy egyszerűen besétált a szerkesztőségbe és megfenyegette őket, hogy ne írjanak a jó barátjának számító Jeffrey Epstein szexkereskedő hálózatáról egy cikket sem. Ezt persze Bill Clinton és a Vanity Fair akkori szerkesztője, főszerkesztője igyekezett cáfolni a sajtóban. Nyilván a lány vallomásának valóságtartalmát utólag nehéz bizonyítani, annyi bizonyos, hogy Bill Clinton központi figurája a most kirobbant pedofil botránynak több szempontból is. A bírósági dokumentumokból például az derül ki, hogy Virginia Roberts Epstein áldozatának ügyvédjei szerint a volt amerikai elnök kulcs szereplő a pedofil hálózat felderítésében, tekintve, hogy nagyon közeli kapcsolatot ápolt a bűnszervezetet működtető párossal. Kérésük ellenére azonban a bíróság nem tartotta indokoltnak azt, hogy Bill Clinton beidézzék vallomástételre. Bill Clinton persze igyekszik kihangsúlyozni, hogy csak szigorúan szakmai alapon a Clinton Foundation-en keresztül tartotta a kapcsolatot a milliárdos vállalkozóval, ám köztudott tény, hogy több alkalommal is utazott Epstein magángépén. Sőt, egy másik áldozat szerint a pedofil guru még arról is beszélt neki, hogy Clinton a lányokat fiatalon szereti a 950 oldalas dokumentum csomagban Clinton neve több mint 73-szor szerepel, lehetséges tanúként még a feleségét Hillary clinton is megemlítik. Múlt hét szerdán epstein testvére Mark arról nyilatkozott, hogy Epsteinnek olyan információi voltak Donald Trumpról és Bill Clintonról, ami teljesen romba döntötte volna a 2016-os amerikai elnökválasztást. Bár konkrét információkat ezzel kapcsolatban nem osztott meg. A New York most konkrétan azt nyilatkozta, hogy ha elmondta volna azt, amit a két jelöltről tud, itt Hillary Clintonra utalhat, akkor egyszerűen törölni kellett volna a választást, legalábbis Jeffrey ezt mondta neki személyesen. Arról nem tudunk egyébként a feljegyzések alapján, hogy Hillary Clinton bármikor is baráti kapcsolatot ápolt volna, vagy együtt utazott volna Epsteinnel, azt viszont tudjuk, hogy Bill Clinton 1993 óta szoros ismerettségben volt a pedofil hálózat fejével. Azokban az években legalább 17 alkalomról tudni, amikor Epstein ellátogatott a Fehérházba összesen 8 különböző nő társaságában, többnyire 20 éves és 30 éves hölgyekkel, valamint a szeretőjével együtt. Sőt, a médiában még az is kiszivárgott, hogy Epstein menhetteni lakásában egy olyan portré volt a falon, amelyet a volt amerikai elnökről festettek, amint egy kék női estélyi ruhában, magas sarkúban ül, féloldalasan egy fotelen. Az is nyilvánvalóan kiderül a bírósági dokumentumokból, hogy Ghislaine Maxwell a hálózatot működtető másik, ragadozó, szintén nagyon jóban volt a családdal. A pedofil ügy egy fontos bírósági meghallgatásáról lényegében ellógott egy mondva csinált örügyre hivatkozva, majd részt vett Clintonik lányának, Chelsea Clintonnak a esküvőjén. Maxwell lényegében azzal a vindoklással maradt távol, hogy édesanyja súlyos beteg, ezért meg kell látogatnia. De visszatérve a deltussolási kísérletekre. Ismét körbe járja az internetet az ott stúdiófelvétel, ami az ABC News-nál készült. Ebben egy műsorvezető élőadáson kívül, de a kamerák előtt panaszkodik arról, az Epstein ügy kirobbanása nyomán, hogy neki már 2016-ban volt exkluzív interjúja az egyik áldozattal, valamint fényképes bizonyítékai András Hercegről és Bill Clintonról, és mégsem kerülhetett az anyag adásba. Állítólag azzal az indokkal csavarták le, hogy senki nem tudja ki az a Jeffrey Epstein, ezért ez egy, idézem, hülye sztori. Sőt, hozzátette azt is, hogy a brit királyi palota is intenzív nyomást helyezett rájuk milliónyi módon, hogy ne hozzák le a herceggel szembeni vádakat. Az ABC állítólag attól tartott, hogy ezzel teljesen esélytelenné válna a jövőben, hogy a királyi család bármelyik tagjával interjúzni tudjanak a jövőben. A csatorna a belső körből kiszivárgó vallomás videó után azt a közleményt tette közzé, hogy mindig is az újságírói alapelveknek megfelelően jártak el, az oknyomozást nem szüntették meg, mindössze az interjú alanyuk állításait nem tudták hitelt érdemlően bizonyítani. Az deltussolás legékesebb bizonyítéka persze, Epstein rejtélyes halála mindössze 35 nappal a letartóztatását követően az elméletben szigorúan őrzött New Yorki cellájában. Azóta is elterjedt közvélekedés, hogy a pedofil hálózat fejét egyszerűen megölték. Bill Clinton egyébként múlt hétvégén elcsípték az újságírók is az Epstein ügyjel kapcsolatban. A volt amerikai elnök csak mosolyogva annyit felelt a pedofil gurúval való kapcsolatát firtató kérdésre, hogy szerinte a bizonyítékok magukért beszélnek. Amennyiben újabb információk látnak napvilágot az Epstein ügyjel összefüggésben, további podcast adásokban fogunk beszámolni róluk. Ajánlom a figyelmükbe a hetek újévi első lapszámát is, amelyben elolvashatják a német Sándorral készült ünnepi nagy interjúnk második részét. Lapunk alapító főszerkesztője többek között a 2024-es év kihívásairól, a bibliai proféciákban szereplő új római birodalom kiépüléséről és a katolikus egyház jövőjéről is beszélt. Exkluzív interjút készítettünk a Sound of Freedom, azaz a Szabadság hangja című film rendezőjével, ez volt az az alkotás, ami az Egyesült Államokban óriási vihalt kavart, miután az az országban elburjánzó gyerekkereskedelem témáját dolgozta fel valós történet alapján. De beszélgettünk azzal a magyar katonával is, akit Hamas terroristák próbáltak meg likvidálni a gázai háború során, a Bálint a heteknek arról is beszélt, hogy hogyan harcoltak a kibucokban a véres október 7 i napon. A lapot kérje az újságárusító helyeken, vagy rendelje meg a hozzáférését a hetek.hu előfizetés oldalon. Felhívom a figyelmüket arra is, hogy elindult a hetek év elejé rendkívüli előfizetői nyereményakciója, amelyel nem csak kedvezményes áron juthat hozzá a lapszámokhoz, de akár egy Toyota Aigo X márkájú személyautót is nyerhet. Valamint ajánlom a hetek új kiadványát és a képbehozót, ami egy 144 oldalas tematikus magazin a nyugati keresztény üldözés témáját járja körbe elemzésekkel, interjúkkal, infografikákkal. A magazin megrendelhető a hetek.hu per könyvek oldalon. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett ez a podcast, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 52 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgom megnyomásával. Ha szeretnék támogatni további podcastjaink elkészültét, ezt is megtehetik. A videó alatti sávban található köszönetgom megnyomásával egy tetszőleges összeget kiválasztva. Előre is köszönünk minden felajánlást, vigyázzanak magukra!